Tordán az idén már többedik alkalommal szerveztek önkéntes munkaakciót. A járvány miatt az idei rendezvények nagyobb része elmaradt, mégis mindig akad munka. A plébánia falának a meszelésétől kezdve a zöldövezetek rendezésén át a padok festéséig és a betonozásig. Fontosnak tartjuk azt, hogy tiszta központunk legyen, mikor bárki eljön Tordára, az legyen az első véleménye neki, hogy milyen szép, tiszta faluban élünk. És itt az asszonytársaimmal és a férfiakkal évről évre több alkalommal összejövünk itten, nem csak éppen azért is, hogy a falu tisztán tartjuk, ez egy kis társalgás is, a barátságok szövése is, és ez a nehéz idők után főleg az első nyitás arra, hogy hát talán újraindul az élet itt a faluban is. A tordahelyi közösség nem rendelkezik bevételekkel, helyi járuléka nincs, közmunkást nem alkalmazhat, csak pályázatok útján juthatnak némi támogatáshoz. Középületeinket, utainkat, járdáinkat, rendezvényeinknek a megtartását, az előbbiek felújítását és sikeresen végrehajtottuk, megcsináltuk. Ez a mai akció is azért van, hogy még szebbé tegyük azt a közösségi tért a kultúrotthon előtt, a helyi közösség épület előtt, ahol tehát általában zajlik a társadalmi kulturális élet. A hétvégén helyi közösségi választások lesznek Tordán és a Bega-Szentgyörgyi község falvaiban is. Szeretnék köszönetet mondani, tehát mindenkinek, aki az elmúlt 4 év során tehát támogatta a helyi közösség munkáját, és aki remélem, hogy a vasárnap is tehát támogatni fogja a helyi közösség tanácsának jelöltjeit, amelyek a VMS támogatásával is indulnak, hisz vannak még terveink, elképzeléseink, amelyeket nagyon szeretnénk megvalósítani. A tordaiak remélik, hogy a mielőbb teljesen feloldódnak a járványhelyzet miatt bevezetett szigorítások, és az őszi rendezvényeiket már a megszokott módon tarthatják meg.